Önkéntes orvosok tucatjai érkeznek Libanonba, hogy segítsenek a menekülteken. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre több sérült és sebesült érkezett illegálisan Szíriából a polgárháború miatt. Megdöbbentő, de a háborús körülmények miatt egyre több kismama is vállalja a nehéz utat a hegyeken keresztül Libanonig. A szíriai polgárháború óta már több mint 2 millió menekült ment át Libanonba, a legtöbben ideiglenes szállásokon és táborokban élnek. Miután a háború jelenleg is tart, most is folyamatosan érkeznek sérült és beteg emberek a menekültek között. Ezért egyre több önkéntes orvosi csapat érkezik a szíriai határhoz, hogy segítsenek a rászorulókon. Ez itt a városszoba, itt várnak az emberek és itt regisztráljuk őket. Egy nővér fogadja őket és ő beszél arabul is, felveszi az adatokat és megméri a vérnyomásukat. Ott ülnek sorban a paciensek, majd egy sorszámot kapnak, amivel a szakorvoshoz kerülhetnek. Ez az orvosi csapat a szíriai határ mellett Zákle nevű településen rendezkedett be egy templomban. A csapat Németországból érkezett, 12 főből áll, és önkéntes tolmácsok segítik a munkájukat. Naponta átlagosan csaknem 200 páciens látnak el. Egy olyan csapatot állítottunk össze, amelyben 7 orvos és 5 nővér dolgozik. Pár napja kezdtük a munkát, és a templom felső emeletén rendeztük be a rendelőnket. Már az első napon 186 beteget láttunk el, és a rengeteg felnőtt mellett gyerekeket és csecsemőket is hoztak azért, hogy segítsünk nekik. Én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, hogy segítsünk a rászorulóknak. Szíriában már annyira szörnyű állapotok vannak, hogy egyre több állapotos kismama is vállalja az illegális határátlépést Szíriából Libanonba. Velük külön nőgyógyász foglalkozik az ideiglenes rendelőintézetben. Rengeteg terhes nő érkezik a határon, nagyon sokakat hónapokig nem látott orvos. Mi megpróbálunk mindent megtenni értük, hogy minden rendben legyen az anyákkal és a magzatokkal is. De a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan vannak. A szemvizsgálatot egy nyugdíjas német orvos végzi. A szemészetre már csak a balkonon maradt hely. Itt létrehoztunk egy félig sötét szobát. Itt látásvizsgálatot és kisebb műtéteket is el tudunk végezni. Olyan sok beteg és sérült érkezik a menekültek között, hogy újabb önkéntes orvosi csapatokra lesz szükség a következő hónapokban is. A tervek szerint egészségügyi dolgozók érkeznek még Amerikából, Kanadából és Spanyolországból is a következő hónapokban, hogy azokon segítsenek, akik most menekülnek át a szíriai határon.